Sziasztok! Nem terveztem ezt a videót, de tegnap láttam egy youtubernél, egy kertész youtubernél a Kisvakornál, hogy ő is termeszt pepinót, vagy hát kísérletezik vele. Én is úgy gondoltam, hogy mivel kaptam a biokertész Gabitól néhány magot, olyan 8-10 magot, ezt megpróbálom elültetni. Szóval ez most egy ilyen nagyon-nagyon nemzetközi kooperáció eredménye lesz, hogy végül is hogyan ültetem el a pepinót. Fogok egy, hát egy ilyen műanyag ételhordós dobozt. Ebbe belerakok 50% föld, méghozzá palánta föld, és 50% homok keverékét. Ezt amennyire lehet eldolgozom. És utána hát beleszórom a pepino magokat. Hát most megpróbálom megmutatni nektek, szerintem van irgalmatlan pici magok. És hát terveztem, hogy mondom, majd megjelölgetem, hogy hol lesznek, vagy hol vannak. De esélyem nem lesz rá. Na, Gábor olyan pici zacskóba küldett, hogy... Na. Próbálok minden egyes magot kiszedni. Talán sikerült. Aztán utána próbálom a magukat egymástól viszonylag távol elhelyezni. Eddig 4 sikerült. Így. Szóval olyan, nem tudom, olyan 10 mag lehet körülbelül. Utána nagyon óvatosan megszórom ezzel a homokos földes keverékkel. Tényleg csak nagyon minimálisan. És hogy miért mondtam azt, hogy nemzetközi maga ez a ültetés? Mert biokertész Gabitól, Ausztriából kaptam a magokat. Az információkat egy új-zélandi pepino termesztő osztotta meg az Erdélyben lakó Kisvakond youtuber kertésszel, és én az ő ötleteiket kooperáltam, tettem össze, és mondtam azt, hogy oké, okay, ez tök jó, de én nekem nincs, hát már lekéstem, novemberben kellett volna hűtőbe rakni, és akkor attól kezdve kellett volna hűtőbe tartani a magokat. Így úgy gondoltam, hogy hasonlóan, mint a levendulát, ezt a 4 hetes, 4-5 hetes hideghatásos, hűtős megoldást választom, erre rakok még némi kis lyukat, utána kicsit még meglocsolom a tetejét, és berakom 4-6 hétre a hűtőbe ezt az osztrák, új-zélandi, erdélyi, magyar, sőt, ha a hűtőmárkát néztük, dél-koreai kooperációs kertészkedést. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy sikerül, egyáltalán kell, ki kell-e belőle valami. Ha igen, akkor nagyon boldog leszek. Ha nem, akkor is legalább megpróbáltam ezt a módszert. Remélem, azért sikerrel járok valamennyire. 4-6 hét múlva szerintem újra jelentkezünk a pepinóval. Mint mondtam, erre még rakok egy-két lyukat, hogy azért szellőzni tudjon. És utána megy a hűtőbe. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, további szép napot, sziasztok!